és uraim, ez itten Rudolf Péter. Régi vágyunk, hogy a vendégek között valami fajta összefüggést találjunk. Ezt ma a tavasz jegyében próbáljuk hát kvázi meglelni. Bubikám, nyugi. Rudikám? Nem, Bubi, nem, kösz, tényleg, ne, úgy tényleg, poénot, nem érdekes. Gondolom, hogy te nem a parfümödet váltogatod, hanem esetleg kirajzol a kiskertbe, esetleg kipróbálod skiffedet, kenudat, kerékpárodat, szörfődet. A skiff az a gyönyörű dunai, az a vékony, amivel csak azért nem lehet beleborulni, mert az evező megtartja. Nem, a kilbót. A kilbót, bocsánat, ez a skiff, ez a versenyszerű, vékonyabb, és talán az egyszemélyes változat. És milyen a japán íj? Parancsolsz? A japán íj az milyen? Hát, ahogy annak idején a Kiliád telepi vezetőképzőtáborban mondták, most megfogtál, Peti. Az milyen? Nem tudom. Hát, hogyha egy új irányt vett ezzel a beszélgetés, a tavasz felvezetésnek annyi. Itt a tavasz van. A japán íjban az az ja, érdekes. Íj. Csak az artikulációban van. Tehát a japán íjban az az érdekes, hogy nem szimmetrikus. Tehát ez elvileg az van az emberben, ugye, hogy így kifeszíti. Én csak a szimmetrikus íjakat szeretem. Szóval én megyek az íboltba, és annyi nem szimmetrikus, én én egy ilyen szimmetria centrikus pali vagyok. Egy váza, két gyertya tartó, szóval én így. Na, szóval a japán íj az olyan, hogy nem szimmetrikus, és ennek az az oka, hogy amikor letörték az ágat, akkor értelemszerűen eddig én is oda nézek automatikusan, tehát alul vastagabb valószínűleg az ág, és elvékonyodik, és érdekes mondani, hogy a japán íjat azt úgy csinálják máig, hogy ezt az aszimmetriát megtartják. Joggal fölmerült a kérdés, hogy ezt most miért mondtam el? Igaz? Nyilván, hiszen ez egy show műsor, ez teljesen értelmetlen egy ilyet elmondani, csak úgy döntöttem, hogy én is feloldom magam valahogy, amíg eljutunk addig, hogy én igazán jól tudjak sztorizni egy ilyen sztori műsorban. Ezt ráadásul egy barátom csinálja a japán íjakat, nem hiszem, hogy sokan csinálják az országban, kiköltözött az Őrségbe, és könyvekből megtanulta, hogy honnan szerzi be a fát, nem tudom, de ennél többet azért elől a japán íjról most már, hogy így föloldottam, nem mondom. Ne, kihozhatjuk a maximumot a kérdésből. No, tudom rólad, hogy te is metszegetsz olykor-olykor, hol sikeresebben, hol kevésbé sikeresen. Igen, én könyvből metszek. Ez a dolog lényege, a szomszédok nagy örömére. Mi nagyon sokáig kamaszkorunkban könyvből dugtunk. Tehát az se egyszerű. De milyen egy eredménye? Az egyik kezed, akkor az neked is. Hát probléma... ezt most ne feszegessük, hogy most melyik kezünk, hol, hova, mit vágunk, mit dugunk. A probléma azonos, tehát ha ti ezt így csináltátok, hát egy másik generáció vagy. Én aranyos vagy, köszönöm szépen. Igen. Tehát akkor az egyik kéz ugye ugrott, na most képzeld el ezt fám, ezt a dolgot. És tényleg a szomszédok nagyon jól érezték magukat, mert ül az ember egy ágon, a meccés. És mivel sajnos nem az az első sor, hogy hogyan kapaszkodjunk a meccést tartó, könyvet tartó... Nem, hát úgy kérdez, hogy a fa megközelítése, védőfelszerelés, létra... De megcsináltam, és nagy... Nekem volt benne örömöm, és ez most, mintha egy poént akarnék mondani, hogy a fa elpusztult. De ez nem poén, mert én megkérdeztem kertész, nincs összefüggés az én ténykedésem és a fával történtek között. De sokáig nyomasztott ez a kérdés. Pocsék érzés volt, mert imádtam alatta ülni. És úgy föl lehetett nyúlni, és nem tudom. Egy nagy fát sikerült? Hatalmas sárga balackfa. És volt, amit most sokak szerint én elpusztítottam, de nem így van.
De hát ehhez már fűrészt is kellett, meg minden. Szóval nem csak így csipkedünk éppen, mint Bálint gazda itt az imént. Nem tébolyodtam meg, tehát én csak egy ilyen meccsolóval csináltam, de... De ezzel sikerült. Sikerült amortizálni. Hol történt mindez? Hol laktok? Nekem van egy picike kis telek részem, amit iszonyatos erővel betelepítettem mindennel, nem érdeklődtem. Ja, ez neked csak habitálked, úgynevezett hobbid. Nem, ez egy pici ott van, laktok? Ott lakom, igen. És ez hol ott van? Lakom. Ott magam előtt pusztítottam ki szegény fát. Hidegkúton. Uh-huh. Tehát ott laktok egy ilyen családi házas igen. konstrukcióban, erre igen. akartam. Ikerház. Hogy a szomszéd is metszeget, vagy vele hogy vagytok? Hát ez a szomszéd kertje mindig hogy én mit csinálok, engem nem kért fel a meccsésre. De nem is ajánlkozott? Mert vannak ezek az örésre jó indulatú. Hasonszörű figurának tűnik, mint én, tehát ő nem röhögött, úgy érezte, hogy ennyit szolidál velem, vagy szomorúan álltunk, hogy én olyan nevetséges vagyok. Azt mondtad, hogy hasonszörű figura. De milyen figura vagy? Összetett figura vagyok, mint valószínűleg mindannyian. Tehát például vegyünk egy ilyen show műsort. Igen. Tehát például egy ilyenben ugye az ember egyfelől nagyon akar szerepelni. Igen, másfelől tele van. Másfelől meg egyáltalán nem akar szerepelni. Igen. Ennek megint több oka van. Egyrészt hihetetlenül imponálóan, szellemesen, mégis líraian szeretne beszélni. Egy része az életemnek, hogy én show műsorokban szerepeljek. Jetszik is kegy. Nem. Nem, ezt most komolyan ezt, Nem látod, nem tudom. Nem tudom, hát minden el tudok játszani. Nem. Mondd szebben. Nem. Hát ugye nézem én természetesen a műsort, és különböző ötleteim voltak arra, hogy ha nem jutok szóhoz, akkor mi legyen? Sok mindent dolgoztam ki erre. Akartam hozni egy könyvet jópofáskodva, hogy akkor előkapom és olvasgatni kezdek, vagy valami ilyesmi. Különben érdekes, hogy ha az ember beszélgetésekben úgy vesz részt, hogy csak úgy néz, akkor valahogy mindenki kíváncsi a véleményére. Egy alkat, egész életeket élnek így le emberek, lehet, hogy nincs semmi gondolatuk egyébként. Nem azért... Hát nekem ennek a módszernek volt egy ilyen változata, amelyeket én házi buliban alkalmaztam. Nevezhetjük ezt a hallgatás költészetének is, ugye amikor a 180 centis miniszoknyás hernyók beveztek a placra, akkor én szigorúan nem lendültem akcióba, hanem így a könyvtár szobában ezoterikus szerzők olvasásával foglalkoztam. Ugyanez. Picit szomorúan, és akkor odajöttek igen. anyatípusú lányok. Az van! És akkor azt kérdezték, igen. hogy mi van? Igen. És akkor, Sanyi. És akkor lehetett azt mondani, hogy nekem ezt nem mondták. A szigorúan! És akkor, mikor megkérdezték, hogy mi van arra, ha azt jó színben tudtam mondani, hogy semmi. Akkor úgy valami abból kerekedt. De ezt hoztad minden regiszterben. Hát próbálkoztam. Na, megőrülsz attól, hogyha lepeti kéznek, hogy hello Peti, ciao Peti. Ez igaz, vagy ez van, vagy nincs, vagy mi van ezzel? Ma voltam a Néphadsereg Művész Együttesének székházában, ahol a portás nyilván katonaemberként, nyilván jól is esett, mert kedves emberként, azt mondta, hogy szeretem magát, művész úr, maga egy rohamasztag, mondta például, ami teljesen abszurd volt. Aha, igen, hát ő a maga értékrendszerében próbál hát valami szupernatívus kicsiholni magából. Ez egy ilyen friss élmény, meg hát vannak vízilabdások előtt álltam a Palatinuson, ettek fölöttem valami lángost, és álltam. Ették a lángost, ott álltam a sorba, és így sem. Nézd már, kis csávó, csacsacsábó. Ilyen picit. De és ilyet nem a Peti kézzel, vagy ezt úgy tudod, adásul veszed, vagy? Nem a Peti kézzel, szóval annyi féleképpen lehet. Azt mondom, hogy nyilván az a helyzet, vagy az a célzott szeretet, vagy pökhendiség az, ami magát a mondatot ide vagy oda teszi. Volt egy emlékezetes autós kalandod, amikor azt hiszem, hogy Peti kévül viszont fellázadtál, és... Igen. Volt egy olyan pont, volt egy rossz hónapom, nagyon sok ilyen típusú inzultus élt. És álltam a Zalánykéz utcai parkolóházban, és előttem egy ilyen elég nagy darab BMW, elég sok jogginggal haladt, és
És összetorlódott a sor, mert nem találta a helyét. Na most én nem szeretem a dudálósokat. Én magam, aki különben egy türelmetlen ember vagyok. Én akkor rögtön belassítom. A dudálósokat nem kedvelem. Én azonnal. Épp ezért én nem is dudáltam, bár türelmetlen voltam. Mögöttem harmadik, negyedik autó már dudált viszont. És akkor az anyós ülésről az egyik suhogó jogging előpattan, és öles léptekkel elindult az én lehúzott ablakú Hyundai Pónim felé. És azt mondta, hogy most meg kell találnom a megfelelő módot, hogy ezt... Dudáz! Nem így. Természetesen volt ennek azért ennél artikuláltabb változata. És akkor azt hiszem indulatos lettem. Tehát van egy olyan pont, hogy átszakadt valami gát, de érdekes módon az első reakcióm az még csak a logika szabályai mentén haladt, tudnilik, csak annyit mondtam, hogy én nem dudáltam, Először ezt tisztázni akartam. Hogy én nem dudáltam, sőt, mondom, én gyűlölöm a dudálókat. De most akkor azt viszont azt éreztem, hogy ez most azt hiszi, hogy én szabadkozom, pedig indulatos vagyok. És azt mondtam neki, hogy kiszálltam először is. Akkor láttam, hogy ez körülbelül milyen esélyeket jelent. De nem érdekelt. Abszolút nem érdekelt, és nyilván valami tűz éghetett a szememben. Mert azt mondtam neki, hogy te engem nem ismersz. Eddig ez nem volt olyan kemény. Nem is fogsz. Ez nem így volt, de ez most olyan jól összeállt. Jó, persze. A lényeg az, hogy azt mondtam, hogy húzz innen, takarodj innen. Én nem dudáltam, mondom, nem tegeződöm, mondom, és menj innen el! Menj innen el, mert ízekre szedlek, ember! Mondta, és esetben ezt így mondtam, hogy ember! Egész pontosan. Na most egyáltalán nem voltam vicces, és nagyon tanulságos volt, hogy milyen okos fiú volt ő. Tudnilik, elment. Bocsánat, itt most egy kis pontot teszünk Rudolf Péterrel, akivel némi kis PH érték után folytatjuk a beszélgetést. Az Esti Schröder azonnal jön a harmadik résszel, itt az RTL Klubban. Rudolf Péter! Köszönöm szépen! Tehát ez nem egy macsó történet, ez arról szól, hogy hogyan szakadt el bennem minden, mint az Összeomlás című filmben, ha már a filmeknél tartunk. Egyszer csak történik valami, és hát különben se tudjuk, hogy mi van bennünk. És akkor mi volt a haverja, az beleszólt? Jó, és akkor a másik jogging is odajött, mert ez az volt az érdekes, mert föl kell, hogy álljak, elnézést, nem tudom, mehetek, hogy ő elkezdett hátra. Na, attól aztán vérszemet kaptam, hogy egy ekkora ember így megy. Mondom, ne menjél le! Megrészegettem a dologtól, és akkor egyszer csak a másik is oda lépett hozzám, és mondta, hogy hát elnézést kérek a barátom miatt, mondta. Mondom, ez a barátja? Igen, mondtam, ezt a barátságot azonnal megszakítani. Térjünk vissza a gondolatban egy kicsikét ebbe a családi házba, ahol három gyermekeddel élsz, Nagy Kálózi Eszter, a feleséged, ugye ezt lehet tudni. A gyerekekkel milyen programot bonyolítasz le, hogyha éppen? Tehát mondjuk milyen vagy pizsamában? Na hát, szóval ez megint egy ilyen... Nagyon jó benyomást keltesz. Jó benyomást keltesz? Igen. Tehát hogy képzeljünk el otthon? Próbálkozunk mindenfél évvel, hát ezben megpróbálom valami harcias életet élni, valami sportosat, valami kerékpározást próbáltam bevezetni. Az őrségbe járunk, onnan van ez az a japán. Az közel van. Egy különös szeglet ez az országnak, ott megkérdezik tőled, hogy hogy vagy, és komolyan érdekli őket. Azért ez is egy kunst. Tudod, a fiammal, aki hát karatézik, falat mászik, és hát minden sportágban otthon van, elkezdtünk kerékpározni, például ilyen 10 kilométeres szakasz volt, ezt tudtam, hogy ez ennyi lesz, és hát gondoltam, amíg bírja a kis prücsök, meg hát persze én, addig nyom. És hát nem volt az övén váltót, az enyém sem, hát két ilyen nagyon beteg kölcsönkapott szerkezet volt, de hát azért egy nagygyal ugye könnyebb, amennyire a fizikából emlékszem, és tekertünk, és láttam, hogy... Nagyon hülye vagyok, hogy én még ott tartok, hogy miért az övén vált a gyerek.
Mert mondtad, hogy nem volt az övén váltó. Ja. Mondod, szegény gyerek, hát nem csoda, hogy ez soha nem ért célba, mert itt a köldökénél itt kavar, ugye? Hát ilyen apja, ilyen színész, az nem tudja, hogy a váltót nem oda kell tenni, úgy szerel biciklit, látod, ahogy fát metsz. Látod, egy... Na csak bocsánat, megosztottam így belső életemet önökkel, és azért elnézést kérek. Állat vagyok, derékszíjon hajtott a gyerek. Nos, igen. Tehát nem adom fel. Láttam, hogy fárad. Fárad, és azt is tudtam, hogy nem fogja feladni. Tehát nem akartam, hogy ott valami katasztrófába torkoljon ez a helyes kis őrségi kirándulás. Akkor elkezdtem közvetíteni a dolgot, ami még gyerekkoromból, mint egyedüli fiúgyerek gombfoci élményekből van, hogy úgy azonnal nyomom, hogy kiteszi jobbra, Facchetti, Burnics, Mazzola, ez az Internacionálé egy időszaka, és Matesz, és hát ez a Vasas játszott általában nálam, a Vasas és az Internacionálé. Valahogy mindig mondom, az Inter a Vasassal játszott a döntőt, pedig az ember megpróbál korrekten játszani, tehát hol az egyikkel pöckölsz, hol a másikkal. És mindig figyelmeztettem magam, hogy itt van a Peru, itt van a Cubillas, tehetséges rác, vele is ugyanolyan előre, mint a Facchettire, de nem. Nem, valahogy mindig így jött össze. Vissza a közvetítéshez, ami tényleg végig kísér az életemet valamitől, hogy ez nyomok állandóan mindenféleket. De még a gyerekkel mondtam, adós mondtam, hogy elkezdtem, gyerünk, igen, Rudolf Olivér van az élen, papa lemarad, apja lemarad, tényleg maradtam le természetesen. Egy darabig viccből aztán tényleg alig bírtam, mert a gyerek olyan lázba jött, hogy ez félelmetes egyébként. És űrületes tempóban fölment így a meredélyen. De már akkor kicsit én az agóra szélén voltam, igen, mert ő meg nekem nem mondta, hogy hogy jön apuka, hogy jön a Rudolf apuka, ezt nem mondta. A mai napig Gál Völgyi kollégához hasonlatosan szereted a focit, pedig hát ma elég kevés szeretni való van a focin. Ez ma miben nyilvánul meg? Tehát jársz meccsekre, vagy tévén nézed? Vagy járok meccsekre. Egyrészt stilisztikai tanulmány. Hibátlan, és akkor elkezdesz meditálni, hogy mire akart kiukadni az életről, vagy csak kellő mennyiségű szotyolát a fejedről lehet, akkor ez külön bája van, amikor egy 34-35 közötti pali azt mondja, hogy ne, mit csinálnám, én 40 évig éttem az UFC-ben, 40 évig védtem, és látod, hogy van olyan 31 nehány is, és ami, de nem az az érdekes. De ez miért mondja, ez egy duma, hogy ő így érzi? Hogy hiszi. Igen. Tehát ő abban a másodpercben úgy gondolja, hogy 40 éve védett. Ez a gyönyörű. És akkor te is ordítasz? Igen, de édesapámtól azt vettem át, hogy ő, mint nyelvész, közben indulatos volt, de pontot azért meg tudott húzni, hogy maradjon nyelvész, tehát édesapám egyrészt remek humora van, de különben is, hogy szándékosan két ilyen közé azt mondta, hogy na de hiszen ez felháborító! És ezeket én ellestem tőle. És ilyen öltönyben járt, ilyen finoman, a kendő minden, ahogy elképzeljük? Nyelvészként értem hibátlan. Ha szeretném, hogyha riporteri képességedet itt in statuna sendi megcsillantanád, egy kis pincér jelenetet láthatsz, amelyben Rudi barátunk eredeti szakmájához visszatérve némi kis italnevűvel látja el az én kedves közönségem előcsarnokban tartózkodó képviselőit. Ez lesz a sportág ezek szerint. Elindul. Elindul, Rudi. Nem tudjuk, milyen formában van. Két éve volt a súlyos sérülés, amikor egy tálcával nem találta meg a négyes asztalt, és rossz kedvében önnön kezével vetett véget a kezében tartott poharaknak. De most úgy érzem, magára talált. Őrület, amit csinál. Pedig a bolgárok jók. A bolgárok nagyon jók. De Rudi most megtalált. Görcsösen indított, kinyújtja a kezét. Remek. Remekül megy a bal lábát, közvetlenül jobb után tette le. Ez őrület. A hölgyet kérdezi meg. Erre nem számítottam én sem. Igen, bocsánatot kérek, kicsit meg vagyok zavarozva, mert nem hallok. Nem hallok a bolgár kollégát, hogy nyírzna, nuszkovecske. Átkúszott, semmi baj. És megvan, megtalálta. Megvan! Köszönjük, Rudi! Rudolf Péter, legutóbb Pozsonyban szerepeltél a Gimes együttessel.
ahol is egy izlandi dalt adtál elő, ez elég érdekesen hangzik. Igen, ez egy elég, ez egy nehéz helyzetből jött. A nézők nagy része, vagy egy része szlovák volt, másik része magyar volt, és egy mindkét nyelvet jól beszélő fiatalember tolmácsolt. Ezért azt gondoltam, hogy leghelyesebb, ha elmondok egy izlandi verset. Ebből olyan nagy baj nem. Hogyan kerültél kapcsolatba Magyarországon kevésbé ismert izlandi költészettel? Én hosszú évtized, én 40 évig védtem az izlandi válogatottat. És innen galánőzze. Szóval a gejzírek nekem nagyon sokat jelentenek. És el is mondanám most is a műsorban, is szerintem jól élik, mert egy olyan 40 perces vers, és semmiféle fordulat nincs benne. Tehát ezért azt gondolom, leghelyesebb, ha neki is látok. Ugyanezt a verset mondtam el, talán nem pontosan így. Ösztön gön hönnyen zönzen, verséről van szó, és az lenne az érdekes, hogy ez az első nem írásos izlandi emlék. 1300-ból körülbelül. Ez az érdekes benne. Majd mondom a sort, és aztán megpróbálom lefordítani, jó? Nagyon szép vers egyébként. Öjnen, zönzen, zörgen zönzen, öjzen, hunszámszon, hunszámszon, hunszámszon. Eddig ez arról szólt, hogy én megyek, a szánba. Nem, ez az egy másik, az írott emlék. Én megyek, és te is jössz. Ettől most összefoglalva röviden a dolgot. A gejzírek földjén sétálok veled, miközben apró hópihék nem szállnak felénk, mint ahogy nem száll... Igen, ezt nehéz visszaadni, pontosan. Mert mi is az a szállás, mi is az a szállás, ez volt az a mi is az a szállás. És aztán megadja itt az ismeretlen költő a választ, őjben bőzzem. Te is ezt gitárral is kísérted, vagy pedig ezt nem kísértem gitárral. De vannak ilyen kis nyelvi megmozdulásai? Igen, hát ez is az úttörő korszak. Tábortű, sóder, alába maradt, galambom, akit a legszebb tőlem csókot kap. Ez volt az a szexuálpatolikus része a múltunkban. És akkor az ember, hogyha megpróbált a figyelem középpontjába kerülni, de viszont igazán nem tudott gitározni, akkor dolgozta ezt ki az ember, aki én voltam, hogy három akkordra különböző nyelveken elkezdtem idétlenkedni. Ez a helyes szó rá egyébként. Hát ezt izgatottan várnál. Jó, hogy ezt most tegyem. Röppenjen be egy gitár. Minden következményét vállaljuk. Most igen, bár volt egy ezzel házi felvételiztem, megmondom őszintén, igen. És mégis felvettek. Köszönöm szépen, pengető. Köszönöm. Milyen nyelv legyen? Na, milyen legyen? Orosz? Kézzel csak. Znyidnaya prozhoynaya stadochka. Vidnaya snozhina na stavoyka. Прожитие на мало дай на рождении просы, что не ай, истная, что не ясно, но с тобой. Ezt tudom Viszockijosan is. Igen. Az ugyanez, csak kicsit torkosabb. Pionyázna jadna vásna na stavojka, nyílda jasna, sípra jasna boj. Ugyanez. Gyakorlatilag. Ehhez tudok egy népmesét még. Az nagyon rövid, az így van. Minyuska, minden plázna jön a nyúcska. Plázna jön a nyúcska. Ez a népmese, ebben nincsen zene. Szülői értekezleten nehéz lesz visszanyerni majd az atyai tekintélyemet. Attól tartom. Na nem baj. Milyen nyelv jön még? Kínai? Azt nem tudom, de a vietnámi gyapotszedő lányok dalát azt de azt akap el, jó? Mi van még?
Édesapám németet tanult állandóan, azt hallgattuk a Bécset. Minden ebédnél. Alles weinen eine Stunde liegt unter deinem Bicht. Eine Fliege, eine Stange, Sicht. Sicht, wacht. Sicht. Lehet, hogy most túlbillenek, ezt már nem kéne, de mondjuk egy lírai franciát mégis. Lehet, hogy ahhoz megpróbálok fölbontani egy akkordot. Mi bon jus dansant, te vite capon, se tapant. Dansant, te joue pas, se boue. Oh, mais j'en sais, la puce en te boue, la puce jaune, la puce jaune. Köszönjük szépen! Köszönjük. Azt hiszem, hogy a nézők és Bence Ilona szemét megnézik, az bizony nem a sírástól könnyes. Rudolf Péter, nagyszerű volt, köszönöm szépen. Azonnal következik Rudolf Péter, mindjárt következik Rudolf Péter. Mindjárt következik Rudolf Péter után Ákos.